Na szevasztok srácok, én Dream vagyok, és itt vagyunk egy újabb Forza köridőben. Ez a második része ugye ennek a sorozatnak, ígértem nektek, hogy folytatom. A mai videóban 4 darab Lamborghinit fogunk összehasonlítani. Az egyik a Sesto Elemento, a Centenario, a Veneno, és nem a 2017-es, hanem a 2012-es 1900 lóerős Aventador, amin dragumi van. Hogy miért ezt hozom, és nem a jobban kanyarol Aventador? Azért, mert ez sokkal erősebb, és kíváncsi vagyok, hogy ugye a pályán vannak egyenes szakaszok, és hogy esetleg tud, ugye kanyarban nem olyan jó, de vajon az egyenes szakaszban azaz nagyon áll a gyorsulása miatt, vajon fel tud-e zárkózni a többi Aventadorhoz képest. Úgyhogy ezt kíváncsiságképpen hozom. De tudjátok mit? Legyen 5 autó, akkor hozom a 2017-es Lamborghini Aventadort is, hogy nézzük meg a kettő között mi a különbség. Na de még mielőtt elkezdenénk ezt a nagyon komoly versenyt, ahol kiderítjük, hogy melyik a legjobb Lambó, úgymond, egyébként fullra lesz tuningolva az összes Lambó, tehát full tuningon nyomjuk. Azelőtt el szeretném mondani nektek, hogy srácok, elérhetők pollók, még nálam nincs, de majd lesz nálam is. A saját grafika.hu/dreamy oldalon, ott van a leírásban, megnézhetitek, van Forza köridős polló, bögre, van az új logómmal is, ugye mint láthatjátok a csatorna kapott egy új dizájnt. Nézzetek fel, srácok, pont karácsonyi akció van, úgyhogy egy kicsit olcsóbb a cucc. Mondom, ott van a leírásban, csekkoljátok le, és egy másik dolgot el szeretnék még mondani, elindult a tech csatornám is, ahova feltöltöttem már az első videómat, az is ott van a leírásban. Arra iratkozzatok fel, hogy ha nem szeretnétek lemaradni a tech cuccokról, akit esetleg érdekelnek, megpróbálom atomdurva minőségbe csinálni azt a tech csatornát is. Úgyhogy ja, ennyit szerettem volna, nem szeretném itt húzni az időtöket, de ez a két dolog elég fontos, úgyhogy a leírás csekkoljátok le. Na de nézzük meg abból az 5 Lambóból, hogy melyik csinálja meg a legjobb köridőt. Na csapassuk neki. Kezdjük a Centenarióval. Szóval srácok, mit érdemes tudni a Centenarióról? Ez ugye egy 1161 kW-os autó, ami 1363 kg, emelé ugye 1354 Nm nyomaték is van. Ugye 7 literes V12, felfúrva benne összkerékhajtás, mint a legtöbb Lamborghinibe. Brutál kinézet, azért azt meg kell hagyni. Szerintem az egyik legjobb Lambó a játékban, ha nem a legjobb. Legalábbis kanyarba, hát elég jó, úgyhogy próbáljuk. Próbáljuk ki akkor először a Centenariót, hogy milyen időt megy. Jó van srácok, itt is vagyunk a versenyben, mint láthatjátok. Sajnos X-es autókat nem lehet mérni azzal a módszerrel, ahogy az előző köridőt csináltam, úgyhogy muszáj botokkal játszogjak. Viszont a botoknak a nehézségi szintjét a legeslegrosszabbra raktam, tehát kezdő botok. És így elméletileg negyedik helyről indulok, és abszolút nem fognak zavarni, mivel instant lemaradnak. Szóval srácok, máshogy nem fogom tudni lemérni ezt az egészet, úgyhogy ez az egyetlen egy megoldás, mert a Forza nagy nagyon hiányos rengeteg dolog van. Például magadban nem lehet versenyezni. Na nézzük azt. A köridőt a Centenario valamivel ki is lövünk, mint az állat. És hát igen, a botok azok innentől le is maradnak, velük nem kell foglalkozni. Én megpróbálok a legjobb köridőt, meg a legjobb vezetésemet előhozni most. Ugye itt csak az számít, mivel köridőt mérünk, és hogy pontos legyen, és ne én miattam legyen rossz az ideje az autónak. Jó. Picit driftelve vettük, de hát ez a kanyar ilyen. Amúgy eléggé csúszik a Centenario. Szerintem ez a nagyobb sebességnél lesz jobb. Jó, de azért elég... Így is jó, így is jó. Gyerünk, 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 gyerünk. Elég kicsi pálya egy ilyen erős autónak ez. És nézzük a köridőt. Gyerünk, 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 és az idő nem más, mint 50,634 ezred. A múltkori BMW-khez képest azért 10 szeket lenyomott belőle, szóval elég komoly. Na de nézzük is a következő autót, ami legyen a Veneno, az általam nem túlságosan szeretett autó, mármint Lamborghiniken belül. Szóval a Venenónk az specifikációkat tekintve eléggé hasonlít a Centenarióra, viszont hogyha csak a teljesítményt nézzük és a súlyt, akkor egyébként a Veneno az egy rosszabb autó, tehát se annyi lóerője nincs, és még egy picit nehezebb is, tehát 1072 kW és 1413 kg maga az autó. Ugyanaz a V12-es motor van benne, nem tudom, hogy egyébként ez miért gyengébb, mint a Centenario, ez egy érdekes dolog. A súlya is egy picit több, nem tudom, meglássuk, hogy ez jobb-e vagy rosszabb. Szerintem a Veneno az rosszabb.
a tapasztalataim szerint. Na, nézzük a Venenóval a versenyt, ugye a Centenario 56-34-et ment, ettől elméletben rosszabb kell legyen a Venenó, aztán majd azt most kiderül, na rúgjuk el neki. Hú, hát elméletben a Venenó rosszabb, de nézzük, majd most az kiderül. Beváltjuk a kettest, a botokkal nem kell foglalkozni, gyorsulásban egyébként nem érzek semmiféle különbséget, és hát a legjobban, ahogy csak tudok, a legjobban megpróbálok vezetni. Itt levágjuk, ugye ezt itt nem figyelünk rá. Itt nagyon vissza kell lassulni, ez egy tűkanyar. Jobban nem is lehet, tehát itt szinte meg kell állni. Egyszerűen annyira éles ez a kanyar. Nyomjuk neki továbbra is. Igen, hát ez egy picit kicsi pálya ilyen nagyon erős autókhoz. Hogyha esetleg ezt gondoljátok, akkor teljes mértékben igazatok van. De hát itt jönnek ki azért az autóknak az, hogy tényleg mennyire tudnak kanyarodni, meg hogy mennyire jó a kezelhetőségük. Hú, most ezt elég túllőttem a célon, de nem baj, nézzük az időt, ami nem más, mint 50,501 ezred, ami hát egy százassal jobb, mint a Centenario. Ez nagyon nagy valószínűség miatt az én vezetésemen ment el. Ugye egy picit lassabb az autó, ezért egy ilyen kicsi pályán ezek szerint jobban működik a Venenó, mint egy Centenario. Na de vajon a Venenó jobb lesz, mint a Sesto Elemento, ami még könnyebb, még kisebb, és elméletileg még jobban kanyarodik? Nézzük meg. Szóval itt is vagyunk a Sesto Elementonál, 888 kW, 846 Nm, 975 kg, ebben nagyon-nagyon erős a Sesto Elemento, hogy egy tonnát se nyom az autó, elképesztően könnyű, nyilván gyengébb, mint a többi, de emiatt a nagy könnyűsége miatt úgymond a kanyarba hát elég komoly kell legyen, főleg az ilyen kicsi szűk pályán, ahol ilyen elég éles kanyarok vannak. De hát a Sesto Elementónak szerintem nagyon nagy esélye van az öt Lamborghini közül a legjobbnak lennie, úgyhogy próbáljuk is ki. Na jó, a srácok, full koncentráció. Nézzük, rúgjuk a V12 racinges autónak, ami 11 ezeret pörög egyébként. Fontos tudnivaló, és a súlya miatt sokkal könnyebben megáll. Kanyarba is egyébként jobbnak érződik, mint a másik kettő. Itt ugye majdnem nullára meg kell lassulni, mert ez egy tűkanyar. Máskülönben egyszerűen lehetetlen bemenni. Rúgjuk neki továbbra is. Ezen a pályán nagyon sok olyan kanyar van, ahol majdnem nullára vissza kell lassulni. Mint például itt is. De azért ez elég jól letettem ide. Jó, koncentrálok. Itt is meg kellene állni valahogy. Vissza kettes, és nézzük. Hát most itt a gyorsulás. És az idő nem más, mint 49.483 ezred. Én mondtam, hogy a Sesto Elemento egy állat, konkrétan egy másodpercet rávert a Venenóra. Betegesen jó a Sesto Elemento. Egyszerűen ilyen szűk pályákon, amiatt, hogy csak 980 vagy 975 kiló, most nem emlékszem pontosan, emiatt egyszerűen sokkal könnyebben megáll, sokkal jobb a kanyarba, ugye nincs az a tehetetlenségi erő, ami kilökje az autót. Nagyon jó, szerintem ez a legjobb Lamborghini egyébként, a Sesto Elemento. Amúgy, hogyha olyan versenyen mentek, mint a Goliath vele, tehát ilyen nagyon-nagyon sokat kell egyenesen menni, akkor nem jó, mert oda lassú. Tehát ez inkább ilyen kicsi versenypályákon, itt best. Na nézzük az Aventadort, méghozzá a 2016-ost, igen, elrontottam a videó elején, ott 2017-est mondtam. Ez az az Aventador, ami nagyon jól kanyarodik, tehát ez az 1072 kW-os, 1324 kg-os Aventador. Na most ugye ennek lesz az ellenfele, amivel utoljára fogok versenyezni, az LP700, tehát a 2012-es Aventador, amiben 1900 lóerő van majdnem. Csak hát ugye ezen drag gumi van, nem lehet rajta cserélni, kanyarban nagyon rossz lesz, viszont egyenesben meg nagyon fog gyorsulni, ugye itt elég sok kanyar lesz, úgyhogy hát nem hiszem, hogy valami jó időt fog menni. Na de majd meglátjuk, a cél egyenes előtt szerintem akkurát fog gyorsulni, hogy ott azért egy másodpercet simán lehet nyerni a többi autóhoz képest, mondjuk egyet nem, de egy felett legalábbis, csak amiatt, mert úgy gyorsul, mint az állat. Na de majd meglátjuk, először is nézzük a 750-es Aventadort, ami hát elméletileg megint valami nagyon-nagyon nagy állat, és hogyha jól hallottam, még a Centenariótól is sokkal jobban kanyarodó autóról van szó. Na nézzük az új Aventadort, mármint úgy, hogy 2016-os, újabb a másiknál. Hát a kilövéssel egy Lambóval se volt eddig baj, tehát úgy gyorsulnak, hogy az nem emberi.
féktávot nézzük. Úristen, hát ebben elég jó fék van. Ugye ez is egy 1300 kilós kis Aventador, és wow, meglepően jól mozog az úton. Itt ugye meg kell álljak fullba, mert hát egyszerűen ez ilyen ez a kanyar. Hát ezt már elmondtam egy párszor, viszont sokkal jobban csúszkál, mint a Sesto Elemento. Aha, jó, koncentrálok. Ez elég szép volt. Kicsit megpatkáztuk. Aha, és a cél egyenesen ráfordulva, pedig az időnk nem más, mint 50,351 ezred, amivel a Sesto Elemento és a Veneno közé simán beszúrható. Igazából én is ennyire számítottam. Na most ezek a nagyon kicsi kis különbségek simán adódhatnak abból, hogy én hogy vezetek. Egyszerűen ezeket az autókat ezen a pályán már nagyon nehéz vezetni. De mivel látjátok, hogy az idő az majdnem ugyanannyi, ez azt jelenti, hogy én ugyanúgy vezetek kb. És a többi az autón megy el, úgymond. 50,351 ezred, tehát a Centenariót és a Venenót simán odaveri. Mondjuk ez egy picit így meglepő. Igazából a Centenarióban még szerintem jobbat is ki lehetett volna hozni, de hát ezek ilyen versenyek, hogy beülök, és akkor amit egyből ki tudok hozni, az az idő. Tehát nem megyek előtte egy csomót, hogy így érezzem meg, hogy milyen az autó. Bár lehet, hogy egyébként az, hogy a Centenarióval kezdtem, az neki egy kicsit mínusz, mert így egyre jobban tanulom meg a Lamborghiniknak a vezetését. Szóval, hogyha esetleg azt gondoljátok, hogy a Centenario tudna jobbat ennél az annál az időnél, amit ugye mentem vele, akkor megsugom, hogy az összes többi Lamborghini tudna ezeknél jobb időt, mert nem vagyok egy profi sofőr. Na de nézzük azt az 1900 lovas. Aj, nem tudom, aval úgy ki fogom vinni az összes kanyart, mint az állat. Szóval nagyon-nagyon kordában fog elni tartsam azt az Aventadort. Na nézzük meg, mire lesz jó itt 1900 lóerő drag gumin. 1900 ló, drag gumi. A rajtunk olyan kell legyen, mint egy állat. Fel is váltjuk a kettest, és konkrétan már megelőztünk mindenkit. Jó, a fék az, még a fék is elég jó kell legyen, a drag gumik azok, ha egyenesen fékeztek, akkor elég jól meg kell állítsák az autót, csak ugye kanyarban nagyon rosszak. De hát megpróbálom a tőlem legjobban megcsinálni ezt az egészet, bosszút nem tudok beszélni versenyzés közben, nagyon koncentrálok. Egyszerűen annyira érzékel kell ezt nyomni. Jó, háromból fékeztem meg. Gyerünk. Megpróbálom a legjobb köridőt ebből is kihozni nyilván. Na nézzük is, itt a célnél, atya világ, hogy gyorsulunk. Hát ez elég komoly volt. Hú, leizzadtam. 49,450. Ne. Ezt nem hiszem el. A legrosszabbul kanyarodó Lamborghinival megvertük a legjobban kanyarodó Lamborghinit egy nagyon-nagyon kanyarodós pályán, csak azért, mert van 1900 lóerőnk. Szerintem csak azon ment el, hogy a cél előtt egyszerűen úgy gyorsult, hogy majdnem 300-al mentünk. Hát lóerő. Nincs mit mondjak erre. Lóerő. Megmondom nektek őszintén, hogyha ezzel az autóval akartok versenyezni, ne tegyétek. Egyszerűen hihetetlenül nehéz. Tehát komolyan, annyira oda kell koncentrálni, hogy ne csúszson el, és annyira könnyű elrontani vele, hogy tényleg itt egy 0,1 másodperccel tovább nyomod a gáz, szia. Egyből szia. Tehát semmi esélyt, hogy visszahozod. Kész, annyi volt a versenyednek. Főleg kanyarodás közben a fék nem fog semmit, ugye, mert drag gumi van rajta. Tehát a drag gumi az csak akkor fog, hogyha mind a négy kerék így egyenesen áll, és akkor fékezel. Akkor nagyon jól fog. Ha el van kanyarodva a drag gumi, akkor semmit nem fog a fék. Na de srácok, hogy legyen egy picit teljes a kör, nyomjunk a Huracánnal is egy versenyt, ami hát ugye jóval gyengébb, ez csak egy S2-es autó, 805 kW-tal, 1111 kg-mal, de amúgy még az is lehet, hogy ez is nagyon durván meg fog lepni minket ebben a versenyben. Hát végül is 4 autóval akartam kezdeni a videót, aztán végül 6 lesz belőle. Ez most ilyen. Induljunk akkor a Huracánnal. Hát ugye ez nem fog úgy kilőni, ugye ebbe is V12 Racing van. Mennyivel rosszabb a gyorsulása, mint a
többi autónak, konkrétan nem hagytam le első kanyarba az ellenfeleket, akik egyelőre úgymond nem zavarnak, bár nem értem, hogy hogy mennek így, mikor kezdő botok. Jó, nem zavartak be egyébként, semmennyire se. Szóval, az egy elég rossz volt. Nagyon fura a másik Aventadorhoz képest, hogy ez tapad. Viszont, halló, és még a fék is elég jó benne, halló, hát ez nem hogy meglepetés lesz ez a Huracán, csessze meg, elég jól megy, mármint nagyon jól kanyarodik, csak hát egyenesen ugye egy picikét lassú, ráfordulunk a célra, és ebben 2.30-2.50-et érünk el a cél előtt. Na nézzük meg mennyi lett az ideje, 51.769. Ugye ez már egy picit más kategória, szóval nem is csodálom, hogy ennyi lett. Ezt csak azért csináltam, hogyha esetleg kíváncsiak lennétek rá, akkor na, mutassuk meg a Huracánt is. Na jó van, srácok, ennyi lett volna ez a Forza köridő. Megmondom őszintén, nagyon nehéz ilyen videókat csinálni. Egyrészt elég sok vágás, és a legrosszabb az összesbe az, hogy a Forzán belül nehéz megcsinálni, hogy ezt az egészet le tudjam mérni. Ugye X-ben nem lehet mérni köridőt, itt botokkal lehet mérni, de akkor meg ugye ott vannak a botok, akiket nem lehet megcsinálni, hogy át lehessen menni egymáson. Tele van hiányossággal ez a Forza. Például most is benyomja ide a Forzaton Live-ot, és nem tudom kieszképelni, és itt fog pötyögni végig a fülembe. Szóval ja, srácok, nézzétek meg a leírást, iratkozzatok fel a Tech csatira, erre a csatira is, nyomjátok be a csengőket mindenhol, nyomjátok a lájkokat, nézzétek meg a saját grafika.hu per trimin a cuccokat, és hát nagyon örülök neki, hogy itt voltatok velem. Nem nagyon jön, hogy elhiggyem, hogy a Dragoonis Aventadorra voltam a leggyorsabb. Ez most nagyon meglepő volt szerintem, főleg ahhoz képest, hogy nagyon kanyargós a pálya, és nagyon könnyű kicsúszni az autókkal, és egyenes szakasz csak a rajtnál meg a cél előtt van. De úgy látszik, hogy ez a kis egyenes szakasz elég volt ahhoz, hogy a lóerő megmutassa magát. Nagyon kíváncsi vagyok az IDR, a Rimac, az RTR Mustang és a satöbbi nagyon-nagyon komoly kocsik, például a McLarensen, amit fognak ezen a pályán menni. Ki fogjuk próbálni, nyugi. Gondolom ti is kíváncsiak vagytok rá. Ha igen, írjátok meg a kommentbe. Én Drimi voltam, a következő videóban találkozunk. Na, sziasztok!